Eszter. Sziasztok! Néhány gyors bejelentés, nagyon fontosak. Az eredményes élettalálkozó majd át fog költözni egy délutáni időpontra. De itt fog maradni ebben a teremben, legalábbis egy ideig. Tehát, hogy egyelőre még ugyanígy péntek reggel, ugyanezen a helyen, ugyanezen a módon várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Sokan mosolyognak, nyilván, mert mindenki, aki itt van itt, mert ez a jó időpont neki. És mindenki, aki nincs itt, az meg azért nem mosolyog, mert eddig sosem tudott itt lenni. Jó, mindegy, de hogy egyelőre maradunk itt. És egy másik dolog viszont az, hogy a Gondolkodás Forradalma című előadássorozat, szeminárium, vagy nem is tudom, program, mozgalom, nem tudom, minek hívjuk, hamarosan el fog kezdődni, szintén ezen a helyszínen, de ténylegesen egy délutáni időponton. Jó, tehát, hogy készüljetek rá lelkileg, hogy az egyik péntek reggel be fogom jelenteni, hogy megvan a dátum. Oké, fel 5, 4, 3, 2, 1, és megyünk. Oké, tehát a Gondolkodás Forradalma. Készülünk, anyagokat gyűjtünk, tervezünk, már címek is vannak, oké, nem véglegesek, de téma címek, oké, ez még csak az elsőhöz, a Gondolkodás Forradalmához, mert hogy lesz egy második sorozat, a Világkép Forradalma, és aztán egy harmadik sorozat, a Kapcsolatok Forradalma. És ilyen címek jutottak az eszembe az alapján, amit már megírtam a tematikában, ugye? Tehát már készülnek a gondolatok egyik a másik után, hogy miről fogunk beszélni. És alapvetően olyan kategóriákat és olyan módon szeretnék érinteni, ami nem csak nektek lesz szempattintó, nem csak nekünk megrázó, de minden embernek. Tehát visszaemlékszem, sőt, itt van előttem, mintha csak tegnap lett volna, az az idő, amikor még nem tudtam semmit arról a világképről, amiben most élek. Amikor nem tudtam semmit azokról a kérdésekről, amik azóta hordozzák, sőt, megmentették az életemet. És annak az embernek a fejében, aki én voltam 15 évvel ezelőtt, annak az embernek a fejében ezek a kérdések létfontosságúak. Egyszerűen létfontosságúak. Bárcsak valaki mondta volna, bárcsak valaki tartott volna erről egy sorozatot. Ilyen témák, hogy de hisz csak élni akarunk. Mert hogy nem igaz? Hogy mind a nagybetűs életet keressük? És minden ajtón benyitunk, hogy hát ha ott van, és nincs ott, és a következő ajtón benyitunk. És nem szabad ezt félváról venni. Hát persze, hogy élni akarunk. De hogyan kereshetjük az életet, hogyan kereshetjük a boldogságot úgy, hogy ez ne hiába való legyen? Rossz kérdésekre nincsenek jó válaszok. Paradigmák és a bukásaik. Akkor mégis hogyan éljünk? Szomjazó lények vagyunk. Mi okozza a problémát? Lehet, hogy ezek csak alcímek. Aztán van itt ez a paradigmás témához, lehet, hogy ez egy jobb cím, az őrültség paradigmái. Ez jó? Lehet, hogy ez lesz a jobb. Úgyhogy majd esetleg segíthettek ötletbőrzékkel, ugye lemegy az első alkalom, és a végén, oké, milyen címet kéne ennek adni ahhoz, hogy így elsőre látszódjon, elsőre értse az ember, hogy úristen, ezt nekem hallanom, látnom kell. Úgyhogy nem sokára kezdjük, Gondolkodás Forradalma, és itt lesz ezen a helyszínen. Viszont amit szeretnénk az az, hogy amikor valaki eljön ide először, akkor egy olyan környezet fogadja, amely semmilyen szinten nem gátolja a befogadást. Nem akarunk puccosak lenni, vagy bármi, szeretnénk megtartani a közvetlenséget, az oldottságot, a természetességet, de ugyanakkor szeretnénk egy olyan módon fogadni azokat, akik jönnek, hogy az ilyen, mint forró kés a bajba legyen. Ehhez néhány változtatást szeretnénk eszközölni itt a termen, és ehhez segítségre lenne szükségem. Úgyhogy olyasmit szeretnénk, mint esetleg építeni egy kis porondot,
lehet, hogy egy paravánt tenni mögém, lehet, hogy néhány dísznövényt lerakni, lehet, hogy minden asztalra kellene terítő, esetleg egy kis dísznövény oda, egy gyertya, nem tudom. Tehát, hogy a hangulat olyan legyen, hogy amikor valaki megérkezik, akkor azt mondja, hogy itt számítottak rá. Itt megtisztelnek engem, hogy megjöttem. És mert így is van, tehát így gondolkozunk. És persze minimalisták vagyunk, mert tudjuk, hogy az üzenet a lényeg. De amikor valaki először jön be, és az üzenetet még nem hallotta, akkor ugyanazzal a koncepcióval jön, mint amivel mi is elmegyünk egy szemináriumra, vagy egy rendezvényre. Kik ezek? Mit akarnak? Miről fognak beszélni? Komolyak ezek? Vagy hogy van? És szeretném, hogyha az ajtóban lent valaki várná azokat, akik jönnek, köszönteni őket, mutatná az irányt, ha valaki itt az ajtóban várná az embereket. Aztán, hogyha néhányan közülünk törődnénk azzal, hogyha valaki most van itt először, akkor válaszolnánk a kérdéseikre. Oké, tehát hogyha néhányan vállalnák, hogy figyelnek, hogy ki az, aki most jött először, és rendelkezésre állnak, hogyha esetleg téblából és vakargatja a fejét, akkor megkérdezze, hogy miben segíthet, vagy valami ilyesmi. Jó? Kérlek, gyertek ide hozzám, ha ezek közül bármelyikben tudnátok, vagy akarnátok segíteni, jó? Szükség van a segítségetekre. Tehát ez a dolog, amire készülünk, reményünk szerint valami olyasmi lesz, ami sok száz, sok ezer, sok tízezer embert elérhet. Tehát ez egy olyan dolog lesz, amit szeretnénk a lehető legprofibban kezelni, egy profi marketinget mögé tenni az interneten, a hagyományos médiákban, hogyha lehet. Szeretnénk, hogyha olyan értéket adhatnánk a jelenlevőknek, hogy az az érték feszítse őket belülről, és meséljenek róla valakinek, hogy azt mondják, hogy fia, nem hiszed el, hogy hol voltam most kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken. Gyere el velem legközelebb. Kérlek, gyere el velem, mert ezt neked is látnod kell. És szeretnénk, hogyha az a válasz, az a megoldás, amivel mi éljük az életünket, ami sokan bólogattok, ami engem, ami minket megmentett, ugyanígy segíthetne sok-sok-sok más embernek. Úgyhogy kérlek, ha úgy érzitek, hogy ez az üzenet méltó arra, hogy eljusson sokakhoz, akkor segítsetek. És eddig is ezt tettétek, tudom, hogy ezt tettétek, de ez most egy olyan szakasz, ahol nagyon is tevőlegesen, azzal, amit hozzá tudsz tenni, nagyon nagy különbséget tehetsz, nagyon nagy különbséget hozhat az elkövetkező hónapokban, években, sok ember életében. Jó ez? Kérlek, hogy az első, amit tegyetek, imádkozzatok ezért. Tehát ahogyan Gyuri mondta, hogy nagy a szembeszél. Amióta ezzel a gondolattal elkezdtem játszani, vagy elkezdtem kimondani, hogy ezt irgum-burgum szedkövete teremtette, ezt csinálni fogjuk, ha az Úr akarja, és még élünk. Azóta olyan a szembeszél, hogy lobog a hajam, pedig elég rövid. És kérlek, imádkozzatok ezért. Úgyhogy hisz csak élni akarunk. Ezt a fiamnak szoktam mondani, meg a lányomnak is. Nagyon jól. Irgum, burgum, szedte, vette, teremtett. Tehát mi van itt? Rend legyen ebben. Szóval csak néznek, és aztán nevetnek, apa viccel. Tudnák, hogy nem. Na mindegy. Ennyit a szülői tekintélyre. Maguk meg még nevetnek. Biztos van gyerekek, igaz? Na mindegy. A szellemi háborúról beszélünk, és kérlek maradjatok velem. Nem lesz hosszú. Mehetünk reggelizni, vagy nem is tudom. De ugye elkezdtünk egy sorozatot a szellemi háborúról, és nagyon-nagyon jó előkészítés, nagyon-nagyon jó gondolatsor a gondolkodás forradalmához. Mert hogy az a szellemi háború, amiről beszélünk, az az elménk szintjén zajlik. Egy olyan háborúról van szó, amit érvekkel, filozófiákkal, világképekkel harcolnak a te lelkedért, a te életedért. Igazából nem kevesebb a tét, mint az, hogy ki lesz, melyik gondolatsor, melyik filozófia lesz az, amely uralmat nyer feletted. Ki fogja vezetni az életedet? Ez a kérdés.
És mind a két oldalon húznák a strigulákat. Egy nekem, egy neked, egy nekem. És mi az az egy? Egy ember? Egy döntés? Te? És ez egy kicsit ilyen, ez kicsit ilyen, ha, ezt a Sanyi, na, hát eddig komolyan beszéltél. Ne viccelj, de hát mi zajlik a világban? Mi zajlik a, kivész az utcára és meglátsz egy óriás plakátot. Mit csinál az óriás plakát? Harcol, érted? Konkrétan nem a lelkedet akarja, legalábbis nem nyíltan, hanem a pénztárcádat. Úgy értem, engem vegyél meg, ezt mondja. Színes, szélesvásznú, lapos. Engem vegyél meg. Aztán egy másik azt mondja, hogy színes, szélesvásznú, még laposabb. Engem vegyél meg. Úgy értem, folyik egy harc az elménkért. És nem erre gondolok, de a természete ennek a fajta, úgymond háborúnak nem kell, hogy újdonság legyen neked. Oh. Ez egy olyan gondolat, amit még sose hallottam. Ezt nem mondhatom, mert ebben nőttünk föl. Úgy értem, a valóság látható, megtapasztalt szférájában ez zajlik a politikában, ez zajlik a filozófiákkal, ez zajlik a marketingben, ez zajlik mindenhol. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit mond erről a Biblia. Mert amit legutóbb elmondtunk, és még mindig az alapozásnál tartunk, az, hogy a szellemi háborúban a legnagyobb probléma az, ha nem tudsz róla. Oké? Tehát, hogy ha zajlik egy manipuláció a háttérben, amelynek a módszere az, hogy titokban marad, amelynek a módszere az, hogy nem válik nyilvánvalóvá, és ilyen módon elkerüli a nyílt ellenállást, igaz? Annak az a legnagyobb ereje és az a legnagyobb előnye, ha nem tudsz róla. Ha tagadod. Úgy értem, ha én kapnék egy lehetőséget arra, hogy minden reggel odaguguljak az ágyad mellé, és még amikor félálomban vagy, akkor üzeneteket csendesen mondanám neked, hogy nem jót várjál. Ez de nagyon, nagyon pozitív lenne. Ez még ezzel segítenék. Úgy kívánom a zsíros kenyeret. És ez egyes szem első szemében. Meghalok egy zsíros kenyérért. Zsíros kenyér. Ó, bárcsak egy finom, hagymás, sózott zsíros kenyér. És csodálkoznál rajta, hogy reggel fölkelsz, egy-két hét után, és semmi más nem eszel, csak zsíros kenyeret. Úgy értem, ha egy ilyet csinálhatnék, ennek az lenne a lényeg, hogy nem tudsz róla. Ha tudsz róla, hogy ébredés előtt reggelente jövök, és küldöm az üzenetet arról, hogy mit kéne csinálnod, akkor védekezhetnél ellene. Akkor megkérdőjelezhetnéd ezeket a semmiből előtörő gondolatokat. Én sose ettem zsíros kenyeret, és most egyszer csak ellenállhatatlan ingert érzek arra, hogy zsíros kenyeret tegyek. Normális ez? Hát és normális, megeszem a zsíros kenyeret. De ha tudsz róla, hogy zajlik egy befolyásolás, akkor megvan a lehetőséged a védekezésre. Úgyhogy az első gondolat az, hogy szembe kell néznünk a tényével. És ezt mondtuk ki legutóbb, hogy a valóságunkban léteznek szabad akarattal bíró lények, akik kimondottan ellenségesek Istennel, az ő tervével, és ezen keresztül ellenségesek mindennel, ami Istennek fontos. És mi vagyunk Istennek a legfontosabbak. Az evangélium erről szól, hogy Isten odaadta önmagát értünk. Hogy ő a fej, mi vagyunk a test. Hogy ő a vőlegény, mi vagyunk a mennyasszony. Hogy ő az atya, és mi vagyunk a gyerekek. Úgy értem, mi vagyunk a legfontosabbak. És van itt egy kettős játék. Az egyik, hogyha én vagyok az ellenség, és bántani akarom Istent, de felismerem, hogy Isten olyan nagy, hogy meg se tudom érinteni,
akkor bántom a gyerekeit. Igaz? Ez fel. Ezek vagyunk mi. A másik pedig az, és ezt fogjuk mindjárt megnézni, hogy Lucifer lázadásának az egyik oka nagyon valószínű, hogy az ember teremtése volt, illetve az emberrel való célja Istennek. Ugye Isten az ember uralkodásra teremtette, arra, hogy gyakorlatilag egyé legyen ő önmagával, hogy ő legyen a mennyasszonya, hogy ő legyen a teste, hogy ő legyen az örököse. És innentől az emberen van egy különleges utálat, ha lehet így mondani. Tehát ő az, aki, mondja Lucifer, az én helyemet átvette. Ő az, aki oda került, ahova én kellett volna, hogy kerüljön. Sőt, magasabbra. És aztán nyilván ebben a háborúban, és ezt is meg fogjuk majd nézni, az első lépés az volt, hogy az ördög megbuktatta az ember. Ugye? Ez az édenkerti történet. Majd belemegyünk. És innentől igazából azt tudja mondani, hogy hé, ki az ügyesebb? Ki csinálta jobban? Mondja Istennek. Én. Nézd meg, az első embert a magam oldalára állítottam. Az első ember elbukott, és innentől az én uralmam, az én fennhatóságom alatt van. És Isten azt mondja, lásd csodát, vissza fogom szerezni az embert. Én teremtettem, ő bukott el a saját szabad akaratából hozott döntéssel, a te kísértéseddel. Rendben van, én viszont megváltam. Én viszont megmentem. Én viszont onnan, ahova eredetileg teremtettem, és ahol elbukott, magasabbra fogom emelni, mint ahol eredetileg volt. És zajlik, úgymond, egy háború az ember lelkéért. Úgyhogy elég érdekes szituáció. De ahhoz, hogy ezt pontosabban lássuk és értsük, és hogy utána belemehessünk a mindennapi eseményekbe, amiket megtapasztalunk, és amiknek a szintjén van egy bizonyos felelősségünk, ahhoz először látnunk kéne magát a személyt. Magát Lucifer, az ő gondolkodását, az ő motivációit, és azt, amit ő tett. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is csinál a te életedben és az én életemben, ahhoz először is látnunk kéne őt, és látnunk kéne a célját. És amikor látjuk és értjük a célját, akkor nyilvánvaló lesz az, hogy hogyan is működik. De enélkül a dolog egy picit így a semmiben ló. Úgyhogy kezdjük itt Ézsaiás 14-et és Ezékiel 28-at fogjuk megnézni. Ismeritek ezeket az írásrészeket? Ezek kettős proféciák, azaz olyan proféciák, amelyek egyrészt földi uralkodókra vonatkoznak az egyik síkon, és a másik síkon átvált, és nyilvánvalóan egy természet feletti lényről, Luciferről kezd el beszélni. Úgyhogy lássuk ezeket a szövegeket. Lucifer az mit jelent? Mi a szó jelenti? A fényhozó. Ezt jelenti. Okay. 12. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag. Lehultál a földre, népek legyőzője. Oké, fényes hajnalcsillag, ő Lucifer. Fönn volt az égben, egy angyal volt, aki Isten jelenlétében teremtetett, és az írás szerint az angyali seregek legmagasabb szintű vezetője volt. Azaz, ha úgy vesszük, egy hierarchikus rendszerben ő volt a vezető. Ha körülnézett, akkor azt látta, hogy vannak hozzá hasonló angyalok, akik
tekintélyben, hatalomban, nagyságban mind alatta vannak, és egyetlen egy lény van még ő rajta és az angyalokon kívül, aki számít, Isten. És Istennel viszont olyan közelségben volt, és ezt itt később fogja írni, hogy gyakorlatilag részt vett az isteni tanácsvégzésben. Tehát valami olyasmit jelent ez, hogy amikor az Atya, a Fiú és a Szent Szellem döntéseket hoztak, amikor az örökkévalóság sorsáról kommunikáltak, akkor Lucifer ott volt. Ő volt az isteni szentség őrizője, és ha minden igaz, akkor egy zenei tehetséggel megáldott angyal. Valaki, aki utána ezt a tehetségét a földi karrierjében is erőteljesen használja. Úgyhogy ő a bukása következményeként, amit majd fogunk olvasni, az égből lehullott a földre. Tehát ez egy nagyon fontos mozzanat. Ő, aki az örökkévalóságban korlátok nélkül élt, a bukása következményeként levettetett a földre. Azaz Isten elítélte őt, és száműzte úgymond, bezárta a mi bolygónkra. Nagyon jó kérdés, hogy miért tette ezt, amikor az ember is ide teremtette. Nem, tehát úgy értem, ha neked van egy veszett kutyád, akkor ezt a gyerekszobába zárod? Nem? Nagyjából ezt csinálta. Úgyhogy elgondolkodható. Akkor ezt azt hiszem, itt meg kell válaszolnom, mert ez túl nagy feszültséget hagy meg. Az első, hogy amikor arra gondolsz, hogy egy angyal fellázad Isten ellen, és ilyen módon Isten ellenségévé válik, és létrejön köztük egy harc, akkor ne egy dualista világkép jelenjen meg előtted, ahol van egy hatalmas Isten, és van egy hatalmas ördög, és a ketten birkóznak, és ez hol az egyik kerekedik felül, hol a másik kerekedik felül, semmi ilyesmi. De gyakorlatilag az ördög léte csak egy döntés Isten számára. Tehát, hogyha Isten azt mondaná, hogy örökre vége, akkor abban a pillanatban, ahogy ezt kimondta, csak örökre vége lenne. Istennek terve van a bukott Luciferrel. És amikor bezárta erre a földre, épp annyi hatalmat adott neki, amennyi a terveinek megfelel. És az egyik terve az, hogy minket embereket kiképezzen. Hogy minket, téged és engem a szabad akaratunk mellett felneveljen egy szerető, felelős, jó és rossz között különbséget tevő örökösség. És ehhez kiváló környezetet jelent egy ellenséges személy és annak a tevékenysége. Az ő hazugságai, az ő alternatív elméletei tökéletes alapot jelentenek arra, hogy benned a választás a különbségtétel képességét erősítsék. És hogy a meggyőződéseidet elmélyítsék. Mennyi egy meg egy? Ha a fiamat kérdezem, hogy még csak most múlt 2 éves, habozik. De ha 2 évig kérdezgettem tőle, és 2 éven keresztül válaszolta meg helyesen, 2 év után olyan meggyőződésesen mondja, hogy 2, hogy öröm nézni. De ha sose kérdezném tőle, sose kérdőjelezné meg senki, hogy tényleg annyi-e, akkor a bizonytalanság nem öröm. Ugye, neked van egy meggyőződésed az életről, amit ha sose hívnak ki, sose kérdőjeleznek meg, akkor az a meggyőződés csak egy meggyőződésecske marad. De az újból és újbóli kihívás, az újból és újbóli végiggondolás és döntés elmélyíti azt. Egy igazi jellemvonássá, a lényed részévé teszi, és ilyen módon rendkívül hasznos. Leestél az égről, fényes hajnalcsillag, lehultál a földre, népek legyőzője.
Pedig ezt mondtad magadban, és itt jön a csodálatos rész, az írás betekintést enged Lucifer gondolatmenetében. Azt írja le itt Isten nekünk, hogy mit mondott Lucifer magában. Valamilyen szinten megérthetjük, hogy mi mozgatja ezt a lényt, mik a céljai, mi a terve. És ennek a fényében tudunk majd következtetni a hadviselésre, amit folytat. Pedig ezt mondtad magadban, fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Odaülök az Istenek hegyére a messze északon. Oké. Okay. Mit mondott magában? Azt mondta magában, hogy fölmegyek az égbe. Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon. Kezdjük visszafelé. Az Istenek hegye az gyakorlatilag Isten trónjának a helye. Az a hely, ahol Isten uralkodik. Ő akarta oda tenni mit? Olvasom. A trónomat. Figyelj, ha te vagy a király, és a parlamentben van a parlament épülete, legyen most így, ez a te kastélyod, palotád, és ott van a trónod, és jövök én is azt mondom, hogy tudod, csak én nem tudom, hogy félreérted-e az üzenetet. Jövök, és a parlamentbe helyezem a trónomat. Mire gondolsz? Hogy? Ne nevessetek itt az elsősorban. Nyilván egy trónvitorló vagyok, nem? Nyilván azt, tehát sehogy másképp nem tudom a trónomat oda helyezni, ahol a tiéd van, csak úgy, hogy a tiédet eltávolítom. Tehát valójában az ördögnek az volt, Lucifernek az volt a célja, ezt gondolta magában, hogy Isten helyébe fog lépni, hogy neki kellene uralkodnia a mindenség felett Isten helye. Lázadásnak hívják. Nem tudom, mi a megfelelő szó, trónvitorlásnak, trónfosztásnak, pucsnak, pucs, nagyon jó, forradalomnak. Egy mennyei forradalom szerzője volt, ahol a forradalom nem egy jogos forradalom, ahol a pucs igazából egy a hatalom jogtalan átvételéről szól. És itt van nyíltan leírva. Azt mondja, hogy a következő gondolat, Isten csillagai fölé emelem trónomat. Isten csillagai, azt gondolom, hogy az angyalokat jelenti. És eddig is ő volt ugye az angyalok vezetője, de gyakorlatilag kimondja, hogy végső uralomra tör, abszolút föléjük akar hárni. Az angyalok addig, ameddig hűségesek Istenhez, és nem tudom, hogy most van-e lehetőségük, szerintem már nincs elbukni. Ez ugyanúgy akkor egyszer megtörtént, és azt gondolom, bár erre most nem tudok írásrészeket felhozni, de nem beszél a Biblia sehol olyasmiről, hogy angyalok az akkori lázadás után elbuktak volna. De a lényeg, hogy az angyalok gyakorlatilag szolgalények, olyanok, akik tökéletesen végrehajtják Isten akaratát. Ilyen módon, bár Lucifer volt az angyali seregek vezetője, nem az ő akaratát hajtották végre az angyali seregek, hanem Istené. Ez a szöveg nyilván arról beszél, hogy szeretne ő lenni az, aki nem csak úgy végrehajtatja a parancsot a csapattal, hanem aki magát a parancsot is adja. És aztán felmegyek az égbe. Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az Istenek hegyére a messze északon. 14. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a fenségeshez. A felhők azt gondolom, hogy a gyülekezetet jelentik. A hívőket jelentik. Lucifer, ahogy bepillantott, vagy betekinthetett Isten tervébe, valószínűleg ismerte az írást. Ugye az ige testé lett Jézus Krisztusban, de az ige maga Isten. Ugye egy János, ahogy olvassuk, az ige öröktől fogva van és létezett, és Lucifer valószínűleg ismerte. Kellett, hogy ismerje.
És ahogy ezt tette, látta a tervet, látta, hogy mi történik. És nyilvánvaló volt, hogy egy uralkodó osztály születik, az emberiség, és ő a felhők fölé, ugye, ezt írja, fölmegyek a felhők csúcsára. Hasonló leszek a fenségeshez. És a hasonló, gyakorlatilag, ha Istenhez hasonló akarsz lenni, akkor Istennek kell lenned. Valójában ez volt az ő szándéka. Én leszek Isten. Önmagában ez az információ elég lehet ahhoz, hogy egy csomó mindent megértsünk, ami zajlik és történik a világunkban. Ugye? Sokszor kérdezik tőlem emberek, hogy miért van annyi vallás? Ezt a mondatot gyakran halljuk, hogy mindenki ugyanazt az Isten keresi. Minden vallás ugyanazt az Isten imádja. Minden út Istenhez vezet. És ahogy a Gyuri az előbb mondta, használjuk az Isten szót definíció nélkül. Amikor azt mondom, hogy ember, akkor érted-e, mire gondolok? Valamilyen szinten igen, de tudod-e, hogy kire gondolok? Mert ember az nem jelenti azt, hogy te is, meg én is, meg az a valaki is Etiópiában. Amikor egy konkrét személyre gondolunk, akkor kell egy definíció hozzá. A személynek neve van, a személynek van egy leírása, a személynek jelleme van. És az Isten szó még a metafizikai definíciójában is sokszor mást jelent, nemhogy a név, jellem és személyes tulajdonságok vonatkozásában. Azaz, amikor valaki azt mondja, hogy Isten, akkor egy buddhista az gyakorlatilag egy végső feloldódásra, egy személytelen állapotra gondol, ami felé halad. Az ő Isten képe, miközben használja az Isten szót, annyira más, mint a miénk, hogy az ő Istene még csak nem is személyes. Amikor egy hindú gondol Istenre, akkor személyes lényekre gondol, de rengetegre. Úgy értem, olyanokra, amelyeket ő sem mindig vesz komolyan, amelyekről ő is tudja, hogy nem lehettek végső okai annak a valóságnak, amiben él, mert túl kicsi. Amikor egy arab ember beszél Allahról, Istenről, akkor ő egy végtelen személyes Istenre gondol, de aki a jellemében annyira különbözik attól az Istentől, akire mi gondolunk, hogy ég és föld különbség, amikor egy New Age hívő beszél Istenről, önmagára gondol. És azt mondja, hogy nekem kell egy picit még fejlődnöm, és én vagyok Isten, én bennem van Isten, én belőlem lesz Isten. Úgyhogy az Isten szó tényleg ne zavarjon össze minket. És kérlek, ne gondoljátok, hogy igaz lehet ez a közhely, hogy minden út ugyanahhoz az Istenhez vezet. Az lehet, hogy amikor valaki naívan keresi úgymond Isten, és az Isten szót használva érdeklődik, akkor ő még nem tudja pontosan, hogy mit keres, és hogyha a szíve őszinte, és a valóságunkra adott végső választ keresi, a teremtő mindenek felett való végső Istent, aki a végső oka mindannak, ami van, akkor bár ő nem tudja még, hogy mit keres, de tényleg Istent keresi. De ahogy közeledik hozzá, úgy a definícióira egyre pontosabb lesz. És egyre inkább rá fog jönni, és fogja mondani a buddhistának, hogy figyelj, nem, Isten nem lehet személytelen. Személyesnek kell lennie, hisz különben hogy lehetett oka a személyesnek? Isten nem lehet önző és kegyetlen, mert akkor honnan van a szeretet? Istennek legalább annak kell lennie, amit megfigyelünk a világban, sőt annál többnek. Úgyhogy nem igaz, hogy minden vallás ugyanarról az Istenről beszél. Nem. A vallások igenis más Istenekről beszélnek. És akkor ez azt jelenti, hogy tényleg sok Isten van? Igen. Csak az Isten szót írjuk kicsivel, kis ível. Sok természetfeletti lény van, aki létrehozott, létrehozott egy vallást, egy filozófiát, amely mögött ő maga van, mint szellemi erő és hatalom. És a vallása, a filozófiája nem más tesz, mint harcol az emberek lelkéért. Én bennem higgy, engem kövess, engem szolgálj. Az előbbi leírás alapján ki az, aki
Isten helyébe akart lépni, a csillagok és a felhők fölé akart emelni a trónját, aki hasonló akart lenni a fenségeshez. Ki az, aki helyettesíteni akarja Isten? Lucifer. És amikor ő bukott, magával sodorta az angyali seregeknek az egy harmadát, azaz nem ő egyedül van a túloldalon, hanem ő és egy sereg, ha lehet így mondani. Szabad akarattal bíró lények, tisztes csoportja, akik nagyon is szervezetten és nagyon is engedelmesen dolgoznak az ő vezetése alatt. Miért? Részben az emberek lelkéért. Engem kövess, nekem higgy, engem szolgálj, állj az én oldalamra, hadd segítsek neked. És hogy csinálom ezt? Létrehozok egy vallást, ami fekszik neked. Szerintem Lucifer lehet az egyik legjobb marketinges a világon. Egyszer megnézte, hogy mire van kereslet, elvégezte a piackutatást, biztos, hogy csinált fókuszcsoport meghallgatásokat, kis csoportban kipróbálta az ötletét, kísérleti szinten működött, nagyobb területet adott neki, és gyakorlatilag neki mindegy, hogy mit hazudik, a lényeg, hogy kövessék. Fiúk, kéne egy olyan vallás, hogy ne, csináljunk egy olyat. Kéne egy ateista vallás, csináljunk egy olyat. Kéne egy New Age hívő, ahol ezek a bolondok elhiszik, hogy ők Isten király, csináljunk egy olyat. Mindegy neki. Mert mindegyik mögé tud állítani egy angyalt, aki annak az Istennek a képében fog megjelenni. És valódi szellemi hatalmat, valódi szellemi erőt tesz a mögé, a filozófia mögé. Ez azt jelenti, hogy minden vallás hazudik. Dehogy is, hát ő sem hülye. Ő is tudja, hogy az embernek is van intelligenciája. Ő is tudja, hogy ha minden, amit mond, légből kapott fantazmagória, akkor úgy értem, tényleg csak az elmebeteget fogják követni. Úgy kell csinálni, hogy nagyon sok bölcsességet, nagyon sok igazságot, nagyon sok jóságot, nagyon sok klassz dolgot kell belepakolni. Abba a filozófiába, ami mögött ő van. Csak a lényeget kell kivenni belőle. Én szerintem a legkedvesebb, az egyik kedvenc filozófiája sokáig a kereszténység volt. Ha? Igen, azt gondolom, hogy nagyon sok templomnak és gyülekezetnek a pásztora, úristen, ki sem merem mondani, az ördög volt. Lucifer? Hogyan? Úgy értem, hogyan? Ő olvassa a Bibliát? Még jó, hogy ő olvassa a Bibliát. Mert a Biblia üzenete az ég adta világon semmit nem ér a lényeg nélkül. Mi a lényeg? Az evangélium, az új szövetség. Ha azt kihagyod belőle, akkor olvashatod oldalról oldalra, sorról sorra, és semmi hasznod belőle. A lényege Jézus Krisztus. Az, hogy ő Isten, hogy ha ő benne hiszel, örök életed van, hogy ő hozzá imádkozz, hogy neki add az életedet, és hogy mindent, amit a Bibliában olvasol, azt az új szövetségnek, Jézus Krisztus üzenetének a szűrőjén és a vonatkoztatási rendszerén keresztül értelmezd. Minden keresztény egyház, minden keresztény gyülekezet, amely Jézus Krisztust, mint Istent, mint megváltót, mint az igazságot és a kegyelmet kihagyja, az tökéletes. Hogy értem, az tökéletes. Tudod miért? Mert akik ezt a vallást követik, azok olyan közel vannak a gólvonalhoz, hogy nem veszik észre, még életük végéig sem, hogy nem léptek át a vonalon. Ezt érted? Focizni kell, az egész világ tudja, hogy focizni kell. Hát keresztények azok fociznak, ott dribbliznek a pályán egész életükben, jobbra, balra, és ki mondja azt, hogy ott hamis vallásom van. A mohamedánoknak azoknak lehet, de én keresztény vagyok. És minden keresztény, aki elfelejtette Jézus Krisztust, a hitáltali üdvösséget, a kegyelmet, az igét, az új szövetséget, az valójában a legbecsapottabb embercsoport a világon.
Hogy lehetséges ez? Nagyon is lehetséges. Jézus Krisztust kik végezték ki? Zsidók és a rómaiak. A világ és a vallásos uralkodó osztály. Azok végezték ki, akik az ő eljövetelét várták egész életükben. Na ez milyen? Mennyire profi lehet az ördög munkája, hogy képes egy ilyen vakságot, egy ilyen becsapottságot létrehozni? Fantasztikus. Fantasztikus. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokan vannak keresztények, akik nincsenek újjászületve. Nikodémus ment János 3-ban ment Jézushoz, éjszaka. És Jézus beszélt vele, és azt mondta, hogy bizony-bizony mondom néked, újjá kell születned, aki nem születik víztől és vértől. És Nikodémus nem értette. És azt gondolom, hogy ő írástudó volt, ő ismerte az írásokat. És Jézus csodálkozott, te tanító vagy és nem tudod? És ugyanígy nagyon sokan lehetnek úgymond evangéliumi keresztények, úgyhogy az evangéliumról nem tudnak semmit. Nem akarok semmiféle ítéletet kimondani, de járunk egy játszótérre, a templomkertbe. Van egy templom, nem messze tőlünk, egy gyönyörű templom, gyönyörű nagy kertje van, és van egy nagy játszótér a szélén, és oda megyünk a gyerekekkel. És szeretünk oda sétálni a templomhoz, és hálás vagyok érte, hogy oda jönnek emberek, úgy értem, hívők, remélem, hogy hívők. És ott állnak az autók vasárnap délelőtt, sok kocsi, és mondom, milyen nagyszerű. És megyek oda a templomhoz közel, és ilyen emléktáblákkal van körbe rakva a templom lábazata, kívülről. Olyan, mintha kis sírok lennének, amik mögött urnák vannak, de nem, ezek ilyen emléktáblák, ilyen köszönő táblák, és egyik a másik után, nagyon sok, ugye, ez egy nagy templom, és ahogy körbe sétálsz, már egyes helyeken a lábazat fölé is föl, ugye, burkolva van a templom ilyen kis köszönő táblákkal. És tudjátok, mi van mindegyikre írva? Mindegyikre? Mindegyikre? Úgy értem, mindegyikre? Köszönjük, szűzanya! Könyörög érettünk, szűzanyám! Mindegyikre! Értitek? Egyetlen egyen sem olvastam azt, hogy köszönöm, Úr Jézus. Az egy keresztény templom. Nem tudom, hogy mit tanítanak benne, hogyha azok, akik a legelkötelezettebbek, akik a leg hálásabbak, azok egy kőtáblába vésetik a fő üzenetüket, ami az, hogy köszönjük szűzanyám. Figyeljetek, Mária egy ember volt. Mária nem Isten. Ugye te kész, ennyit vége a gondolatnak. Mi a bánatot akarsz Máriától? Ügyetem Jézus egyetlen egyszer szólította őt meg az evangéliumban, és akkor azt mondta neki, hogy mit közöm hozzád, asszony? És amikor keresztre feszítették, akkor mondta, hogy Jánosnak, hogy ime az anyád, ime a fiad, törődött vele. Mária egy csodálatos hívő volt, ügyetem olvasd el az imáit. Olvasd, ugye te nézd meg az életét, fantasztikus hívő volt, de ő egy, mint te vagy én. Egy óriási kiváltsággal ő hordozhatta a Isten gyermekként. Ő volt az elsődleges környezete gyermekként, csodálatos. Ugye te ő egy példakép bizonyos szinten, mert óriási hite volt, csodálatos hite volt. De ő csak egy ember. Milyen fantasztikus az a vallás, amely képes keresztény vallásként a megváltót, Jézus Krisztus lecserélni az anyjára. Tudod, hogy hova mennek azok az emberek, akik egész életükben Máriában hittek, és Máriához imádkoztak, és Máriában bíztak? Akiknek Mária volt a megváltójuk, tudod, hova mennek?
az örök kárhozatba mennek. Nincs örök életük. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy én vagyok az út. Nem Mária. Én vagyok az út. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jó, de én azt tudom, de közben valahogy olyan úgy kötödöm Máriához. De várjál. Még az első generációban is gáz. De a második generáció már lehet, hogy nem fog tudni Jézusról, mert őróla sose beszéltél. A harmadik generáció meg már Jézus csak... Ki az a kis műtyürke ott? Mária karjai van. Hát csak Jézus. Nem tudom, hogy zajlik ez. Nem is akarom megítélni. De Isten helyettesítők tömege. És attól működik a legjobban, hogy 99%-ban igaz. És csak a lényegben hazudik. Csak a lényegben hazudik. Úgyhogy... Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a fenségeshez. De a sírba kell leszállnod a gödör mélyébe. Ugye Isten előre kimondja az ítéletet. Ugye kell, hogy tudjuk, hogy Isten, ha a jelenések könyvét, ahogy olvasod, előre látja a véget, előre el van döntve az ördög sorsa, az örök kárhozat. A jelenések könyve írja, hogy a tűz tavába vettetik, hogy nem fog győzni. Nagyon érdekes egyébként emellett a törekvése. Tehát ha ő ismeri az írásokat, vajon hogy nem látja a végét? És lehet, hogy látja. De a gyűlölet olyan elvakultá teszi, hogy ennek ellenére megy előre. Lehet, hogy látja, de él benne az az őrült gondolat, hogy mégiscsak meg tudja változtatni a sorsot. Hisz, hogyha abban tud hinni, hogy Isten helyébe léphet, ha abban tud hinni, hogy a mindenhatót meg tudja valamilyen trükk folytán fosztani a hatalmától, és maga tud a helyébe lépni, akkor valamilyen őrült módon lehet, hogy hihet benne, hogy elkerülheti a sorsát. De nekünk ezt mondja az írás, a sírba kell leszállnod a gödör mélyébe. Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad. Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remettek az országok. Ez az, aki pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat. A nemzetek királyai mind tisztességben nyugszanak sírboltjukban, téged azonban temetetlenül dobnak el, mint valami hitványgazt, mint eltaposott hullát. Elborítanak a meggyilkoltak, akiket karddal ölték meg. Oké, tehát igazából csak ennyit, hogy az erőviszonyokról csak nagyon röviden. És ez az, hogy amikor ott leszünk az örökké valóságban, és látni fogjuk Lucifer végső bukását, amikor az ítéletet végrehajtják rajta, akkor csodálkozni fogunk, hogy ő volt az ellenség. Ő volt az, aki annyira megnyomorította sokaknak az életét. És az erőviszonyok nagyon tiszták lesznek. Úgy értem, te, meg én, mindenki, aki hit Jézus Krisztusban, mint a megváltójában, már a megdicsőlő testében, már az örökkévaló mi voltában lesz jelen. És olyanok lesztek bizonyos értelemben, mint Isten. A természeteteket, a metafizikai léteteket tekintve, vele egy tökéletes harmóniában, de óriási hatalommal, óriási erővel, óriási szabadsággal. És csodálkozni fogunk, hogy ő az, ez az az ember, aki pusztává tett mindent. Úgyhogy nem szabad ezt elfelejtenünk. A következő alkalmakkor még meg fogjuk nézni Ezékiel 28-at, ott egy picit részletesebben beszél a bukásról, hogy hogyan bukott el Lucifer, mi vitte rá, hogy mi történt vele. De utána bele fogunk menni a valósan megtapasztalható hétköznapi szellemi harcba. És amikor ebbe belemegyünk, akkor nem szabad valami félelmetesre gondolnod. Nem szabad arra gondolnod, hogy Úristen, tudod, az ördögűző film megjelenik előtted, és
nagyon-nagyon kicsi a hatalma az ördögnek Isten fényében. Nagyon-nagyon rövidre van kötve a lánca. Nagyon-nagyon kicsi, úgymond, az ereje bizonyos módon. Nincs mitől félni. De a másik oldalról nagyon nagy a hatalma. Amikor nem tudok róla, amikor belesétálok a csapdáiba, amikor újból meg újból ajtót nyitok neki, amikor újból meg újból területet engedek neki a saját lelkemben, akkor bizony olyan hatalmat gyakorolhat az én személyes életem fölött, hogy egy ponton már nem is én hozom a döntéseimet. Hogy a szabad akaratomban egy végén egy olyan mértékben korlátozódom, ami akár pusztító is lehet. Nem veheti el a szabad akaratomat, de azt mondhatja, hogy igen, ezt megengedted nekem. Mondok egy egyszerű példát. Agykontroll. Én agykontrolloztam. Hányan agykontrolloztatok? Oké. Okay. Az agykontroll, ugye úgy tanították nekünk, hogy egy elmebeli gyakorlatsor, ami segít hatékonyabbá válni, hatékonyabban használni az elménket. Ugye egy meditációs dolog van benne, ugye lemegyünk alfába, ami egy teljes nyugalmi állapotot jelent, visszaszámolunk 100-tól, aztán a végén elég 3-2-1, ugye más agyhullámokat produkálunk, ezek mellett az agyhullámok mellett sokkal hatékonyabban tudunk gondolkodni, és így tovább. Szuper! Az egyik dolog az, hogy az emberi léleknek vannak kapui, és a kapuknak vannak őrzői. És a két legfontosabb őrzője az emberi léleknek az akarat és az értelem. Azaz az én döntésem és az én vizsgálatom, hogy megvizsgálom, hogy mi az, ami be akar jönni. Mondok neked valamit, minden lottószelvény nyer. Ezt az akaratod meg az értelmed megvizsgálja, úgy értem, az értelmed azt mondja, hogy ez marhasság, tudom, hogy a lottó hogy működik, az akaratod meg azt mondja, hogy nem fogok ettől rögtön lottószelvényben. De ha az akaratodat és az értelmedet félre tudjuk tenni, azaz a kapuőreket félreállítjuk, és egyenesen a tudat alattiba, a tudattalamba tudunk üzenetet bevinni, akkor az kritika és felülbírálat nélkül beépül. A meditációs technikákkal a veszély az, hogy részben vagy egészben félreteszik a két kapuőr, az akaratot és az értelmet. És innentől üzenetek egyenesen behatolhatnak, arra a szintre, ahol a végrehajthatóság tekintélyével bírnak. Úgyhogy mondjuk azt, hogy agykontrollozok 5 éve, és ezen a szinten megengedtem gondolatoknak, hogy teret hódítsanak a lelkemben. Másrészt az agykontrollban van egy rész, ahol segítségükkel hívni segítőket. Tudtok erről? A mélyebb szinteken működik, csak tanfolyamon tanítják. Lifttel jönnek, lentről jönnek lifttel, el kell képzelni, hogy válasz magadnak két segítőt, jó embereket, valamilyen arcot képzelj hozzá, és aztán a meditációdban hívod őket, hívod a segítőidet, tanácsadóidat, és el kell képzelni, ahogy egy lift felhozza őket lentről. És aztán kijönnek a liftből, és beszélgetsz velük. És amit a segítők mondanak, az vezet téged, az ad neked tanácsot. Emögé a segítő mögé kibújhat be, vagy kiállhat be. Egy meditációs szinten, ahol az akaratod és az értelmed félre van téve, lehet, hogy nem teljesen, de a lényeg, hogy lelazultak. Ahol én bennem van egy várakozás, gyere segítő, beszélj hozzám, hogy értem a szabad akarat törvény, amely védeni az embert, most kinyílt, mert én mondtam azt, hogy gyere, és én mondtam azt, hogy beszélj hozzám. És persze én, mit tudom én, elképzeltem a középiskolai egyik tanáromat, és az ő arcát képzeltem el, mint segítőt, de amögé az arc mögé nem bújhat el egy szellemi lény, akinek van arra hatalma, hogy gondolatokat vetítsen ki az elmémben. Dehogy is nem. És ezt csinálom 5 éve. És egyszer csak azt mondom, hogy ezt mégsem akarom. Vége, abba vagyok. Mire a tanácsadó azt mondja, hogy ne. 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 Ezt a területet átadtad nekem, ezt a területet átadtad nekem, és ezt a területet is átadtad neked, nekem nem megyek. És tudod mit? Nem is kell mennem. Jogomban maradni.
meggyőződéses szinten kiépítettem benned olyan erődítményeket, olyan helyőrségeket, ami fölött már nem te rendelkezel, hanem én. Maradok. Hű. És ez valódi. Nem arról van szó, hogy egyszer csak tudod, éjszaka kicsapódik az ablak, és villámlik, és a szél fújja a függönyt, és tudod, megjelenik egy árnyalak, semmi ilyesmi. Legtöbbször semmi ilyesmit. Hanem gondolatok, érvek, befolyásolás, átadott tekintély, követése valaminek vagy valakinek. És ahogy felismerjük, ahogy nemet mondunk, ahogy csak ennyit mondunk, nem. Onnantól miénk a vezetés? Nem. De a jó kérdés ez, mire kell nemet mondani? Hol van a harcmező? Mik a taktikák? Mire kell figyelni? Hogyan befolyásolhat egy házasságot? Hogyan befolyásolhatja, hogy hogyan nevelem a gyerekeimet? Hogy történik meg, hogy egy tárgyaláson olyan hülyeségeket mondok, amiket sosem mondtam volna azelőtt? Hogyan történhet meg, hogy miközben az életemben semmi ok nincs rá, megmagyarázhatatlan stressz és aggodalom jelenik meg? Hogyan történik meg, hogy az élet valahogy több, mint amit értelemmel meg tudok magyarázni? Szellemi háború, sokszor az. És megyünk benne tovább, és egyre több ilyen pontot fogunk lelepezni. Köszönöm a figyelmeteket, készüljetek a gondolkodás forradalmára. Eredményes élettalálkozó ugyanitt, ugyanekkor, még egy jó ideig, és egyszer csak be fogom jelenteni az időpontot. Valamelyik hétköznap délután gondolkodás forradalma neked és a legjobb barátaidnak, úgyhogy zárjuk egy imával. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg minket, áld meg ezeket a gondolatokat, tégy minket ebben a szellemi háborúban, ebben a választásban győztesekké. Hagy válasszunk mindig az igazságot, hagy válasszunk mindig téged. És hogyha ez az egész új neked, hogyha azt mondod, hogy nem is értem, nem is értem, miről beszélsz, talán van Isten, akkor hadd mondjam neked, hogy egyetlen egy döntéssel örökre békét kötöttél velem. Egyetlen egy döntéssel mindent megnyertél, és örök biztonságba helyezted magad. Ez az evangélium. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy csak egyszerűen mondd neki, hall téged, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, és vezess itt a Földön. Adj nekem bölcsességet, áldást, nekem és a családomnak. És ha egy nap meg kell halnom, és ez a nap bizonyára eljön, akkor kérlek, vigyél a mennybe, és hadd éljek tovább, örökön örökké, egy ámulatos, egy kibeszélhetetlen életet. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Ha bírtok, maradjatok a konferenciára, 10:30-kor kezdődik.